Jó napot kívánok, egy Nissan Primera-ba ültem be, mind a két gyári kulcsa megvan, centrálzáras, infraterrenyítású szerkentyű, nagyon szép középkonzolja van, tolatóradara van ellátva, és mindent innen a középső panelról tudunk rendezni. Be is indítottam a szerkezetet, és akkor nézzük, hogy be is kapcsol ez a szép kis Nissan képernyő. Ugye meg is mutatom önöknek, hogy a tolató kamerája az hogy működik. Hát ő a klímája, innen tudjuk vezérelni a klímát. A tolató radarját pedig, hogyha bekapcsoljuk, akkor kéne nekünk, hogy tolasson. Azaz meg is történt, tehát az autót lüfezettem, akkor tudjuk nézni azt hátrafordulás nélkül, hogy az autóval hol megyünk, és nem gázolunk el senkit sem. És akkor itt van a kis infocenterje, amin a fogyasztási adatokat tudjuk megnézegetni részletesen. 8,7 az átlag fogyasztása, szerintem, hogy ekkora testű autótól az ez nagyon szép és jó dolognak tartott. Az autónak a többi műszere az itt van fönt, kialudt minden, tehát minden rendben van, kivétel az ajtó, amit én nyitva felejtettem, így már el is alszik benne minden. Na és nézzük akkor a többi részét, hogy mik vannak benne. Bőrkormányunk van itt, és innen lehet a kormányról ugye vezérelgetni a dolgokat, a világítást és a irányjelzőt, egyebeket. Mit is mutathatnék itt a gyári CD-je az autónak, be lehet rakni és kellemesen szól benne a zene. Centrálzár belülről, légzsákok legalább 8 darabot megszámoltunk benne, ülésekben oldalt, itt fönt is találunk benne, és a hátsó utasunknak is meg tudjuk védeni a kis buksiját, hogyha éppenséggel neki mennénk valaminek, vagy nekünk jönnének. Az autó ugye osztott, illetve van itt könyöktámasz, ami szintén nagyon jó dolog. Szép a kárpitozása az autónak. Csak megnézzük kívül is, hogy mutat ez az autó. Egyéb elektromos dolgok is voltak itt benne, mint elektromos tükrök, ablakok, mind a 4 darab, ugye Primerába jó sok felszereltséget rakott a gyártója. Csak nézzük meg így távolabbról, hogy mutat a szerkezeten, úgy majdnem, hogy friss műszakia van, 2013-as a műszakia, 2013 és 5. hóig van műszakia, mindjárt meg is nézzük, hogy milyen a szerkezet, jó nagy zaj van, elnézést kérünk érte, zajos helyen vagyunk. Tehát ugye egy ezüst metál színű autó, és gyári alufelnikkel kínáljuk ezt a szerkezetet. Az autóban kötfényszóró is található, és akkor megnézzük itt a motorteret is. Itt egy nagyon kellemes, csendes Nissan motor jár, 109 lóerős, jó a klímája, én ezt kipróbáltam. De majd önök is átnézik természetesen az autót, akkor becsukom egy pillanatra, elnézést a képzavarért. Így is igaz, tehát becsuktam az autót is, így mutat ez a szerkezet, jó nagy tágas limuzin autó. Be kell jönni hozzánk itt az M3 Autópark autókereskedésbe, Szent Mihályt 90 számba, meg lehet nézegetni, át lehet vizsgálgatni ezt az autót. Köszönöm szépen, hogy velem voltak, jönnek el hozzánk személyesen is ide a Szent Mihályt 90 számba.